Hello, 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 papagájok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten az 1.17-es túlélő Let's Play világomban. Immáron ez a negyedik epizód. Szerintem tisztán hallható a hangomból, hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, bizony, ugyanis a mai nap rengeteg dolgot szeretnék csinálni. Például szeretnék enchantolni egy picit, valamint el akarok menni a Netherbe, és utána szeretnék a Nether portálunk köré valami szépet építeni, már megvannak a terveim így fejbe. Na de még mielőtt elkezdenénk a részt, azelőtt hadd tegyem fel a résznek a kérdését. Srácok, nektek melyik a kedvenc feature-etök az 1.17-es frissítésben? És igen, tudom, hogy nem jöttek be az új barlangok és az új hegyek, tisztában vagyok vele, viszont kaptunk 92 darab új blokkot, valamint 3 új mobot és rengeteg apró kis érdekességet. Nekem személy szerint a moha, valamint az azale a bokrok a kedvenceim, és az nagyon tetszik, hogy nem nőnek meg maguktól, ugye ezek a saplingek, hanem meg kell őket bormilezni, hogy fa legyen belőlük. Hát hellók a falusiak! Üdvözöllek titeket is! Ez már a negyedik rész, hallod? Te is hallod? Igen, jól látjátok, az előző rész óta sikerült benépesítenem ugye ezt a király kis helyet, ahol ugye hát igazából egy villager trading hall-t alakítottunk ki ebből az épületből, és van már mindenfélém, ugye ő egy ilyen botos falusi. Viszont még valamit észrevettem az előző részek alatt, ugye pontosabban leginkább az első rész alatt, hogyha esetleg tetszik nektek ez a videó, és mondjuk eljutottok a végére, vagy nem tudom, tetszik az, amit mondjuk most csinálok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot rá. Nem szoktam így a résznek az elején ezt kiemelni, de láttam, hogy az előző résznél meg az elsőnél segített, mint hogyha emlékeztetek volna, hogy ott az a like gomb, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, királyak vagytok. Na de hogy mégis hova tartunk most? Hát ez eléggé fontos, ugyanis az első részben találtunk itt egy másik falut, nagyon-nagyon közel a mi falunkhoz, ugye ahová beköltöztünk. Na és ott van egy templom, és onnan el kellene hoznunk ugye a potion főzőt. Elvisszük magunkkal a Netherbe, hogyha esetleg találunk egy fortresst, akkor azonnal tudjunk fire resistance-et főzni, és azt tudjuk használni. Ugyanis akik látták az 1.16-os let's play-emet, azok pontosan tudják, hogy ott először a Netherben haltam meg, és most nem szeretnék így járni, nagyon nem. Úgyhogy ezt elviszem, uram, nagyon-nagyon szépen köszönöm a megértését, és bocsánat, most munkanélkülivé tettem, de tessék elmenni a falusi központba a munkanélküliségit kérni, vagy nem tudom. Otthon, édes otthon! Yes! Most pedig új eszközökre is szükségünk lesz, ugyanis, hát mint látjátok, ami rajtam van, az így eléggé eltörő félben van, szóval mindenképpen muszáj lesz craftolnunk pár cuccot. Vannak itt nekünk természetesen már eszközeink, gyémántból, valamint van még így gyémántunk. Most felszeretném hívni a figyelmet a kettes csatornámra, aminek a linkjét megtaláljátok a leírásban, vagy pedig a Twitch csatornámra, ahol leszoktam streamelni ezeket. Voltunk gyémántot gyűjteni, hát nem túl sokat találtunk, viszont találtunk gyönyörű szép barlangokat, víz alatti barlangokat, úgyhogy az nagyon-nagyon király volt. Például a kokáért ezt a portált is ott találtuk abban a streamben. Ez nem volt semmi különleges igazából a chestben, úgyhogy nagyjából minden lootot benne is hagytam. Hát ez király lesz egyébként, már nagyon-nagyon várom, hogy átmenjünk a Netherbe. Megvan, hogy pontosan hova szeretném a Nether portálomat, szóval nem ezt szeretném kiegészíteni, és nem itt akarok átvenni, mert vannak terveim. Ugye a legkisebb Nether portál, amit a játékba felhúzhattok, az 10-es. Tehát 10 darab obszidiánból áll. Na most a miénk az több lesz, 12 vagy annál is több. És ez azért lesz, mert az építményünk ugye nem páros számokkal fog operálni, hanem páratlanokkal. Ezt majd úgyis meglátjátok, hogyha most nem értitek, hogy miről beszélek. Szükségem van még lávára, úgyhogy eléggé mélyre le kell mennünk ugye ebbe a barlangrendszerbe. Ez volt az, amit felfedeztünk ugye először itt a streamen. És ha jól emlékszem, akkor erre felé mentünk tovább, és nem soká bele is fogunk botlani egy lávatóba. Ezt ide szépen letesszük, és már mehet is a bányászat. Egészen biztos vagyok abban, hogy egy félsztek bőven elég lesz, tuti. Még az enchant asztalra is. Nem! Fúj! Nem, fúj! És akkor kell nekünk egy darab könyv, és meg is van az Enchant Table, yes! Mivel sajnos nincsen tehén a környéken, ezért... hát meg kellene egy kis XP is az enchantoláshoz, szóval... nem, hát tényleg azt hittétek, hogy ennyire kegyetlen vagyok? Tényleg?
Már hallom, már csattogtak a billentyűzetek, hogy ne, de nem. Nem fogom bántani a kutyust. Nem kell félni. Debutus vagyok, hát rájöttem, hogy van nekem egy vegán módszerem arra, hogy mégis hogyan tudnék gyorsan könyvespolcokat szerezni. Hát ne vicceljétek már, hát tőle, vagy bármelyiküktől. Hol van a könyvespolcárus? Ej! Á, de drága! Miért ilyen drága? Még nem tudtam őket átváltoztatni zombivá, mert ugye még nincsen potionöm sajnos, és iglu sem volt a közelben, hogy ott találjak gyengeség potiont, úgyhogy... Lehet, hogy meg kell vennem ezt ilyen drágán, de egy darab... Nem akarom, nem. Na jó, ez nagyon fight. Nagyon fight. Itt csak 4 darab emeráldom maradt, plusz ez az 6. Áhá! Direkt a részre gyűjtöttem egy csomó fát, és erre nem át kell alakítanom az összeset. Dehogy nem. Na, és akkor most van megint 24 pluszba, ugye az együtt szépen 30. 30 darab. Mindegy, most jó lesz, elég lesz. Ezen még soha nem gondolkodtam el. Ez így akkor most így... Nem jó, vagy... Várjatok! Jöhet a Looting 3-as, amit ugye a falusitól sikerült összeszedni. Pontosan tőle. Igen, tőle. Mindenképpen szerettem volna előtte enchantolni, hát ha kapok rá majd Sharpness-t, viszont azt addig nem tudom megtenni, ameddig nincsen elegendő könyvem hozzá, úgyhogy... Mindenképpen rá kellett raknom a lootingot. Nem baj, valószínűleg ezt majd fogjuk szépen, és köszörű kővel leszedjük róla az enchantot, és akkor utána újra enchantoljuk. Ennyi az egész. Igazából ezt a 12 darab emeraldot kibírom, hogy ezt elveszítettük, ott egy tehén. Tehát ezt kibírom, ugyanis szinte végtelen emeraldunk van, főleg akkor, hogyha majd csinálunk tök farmot, és akkor majd a farmerrel is tudunk kereskedni. Egyelőre botokkal oldom meg, az meg ugye... Hát, hogy is mondjam, a fán nő, ugye nyilvánvalóan. És akkor most jöhet a csoda. És még maradt is egy polcom, amiből több mint valószínű, hogy könyveket fogok ugye csinálni. És hát akkor let's go, azt hiszem. Hát ugye ezt a kardot, ezt most összelootingoztuk, de nem baj. Azt fogom most gyorsan csinálni, hogy leköszörülöm. Igen, díszítésre használtam az egyetlen egy köszörűkövemet. Bizony, jól látjátok. Nagyon-nagyon jól látjátok. Majd pedig, bum! Hát Sharpness 3, viszont elvileg van rá esélyünk, hogy kapunk még rá valamit, úgyhogy nézzük meg. És puty! Unbreaking 3, oké, nem rossz, nem rossz, én azt mondom, hogy ezt elfogadom, megtartom. Na most mi lenne mondjuk még valami? Hát legyen a mellvértünk, az tök jó lenne, hogyha azon lenne valami. Unbreaking 3-ot ajánl rá... Nem rossz, viszont azt ugye tudok a falusitól venni, hogy most egy könyvet fogok leencsántolni. Efficiency, az nagyon-nagyon jó, az majd kell vagy a csákányra, vagy a boltára, és olyan falusi még nincsen. Most jön ez, megint Unbreaking 3. Na várjatok, csak enchantoljunk mondjuk le egy eszközt. Át, Silk Touch sosem az van, az a helyzet, akkor mondjuk mit szeretne adni a csákányra? Erre is Silk Touch-ot. Ez nagyon érdekes. Na jó, legyen Unbreaking, és hát ha kapunk rá valami mást. Blast Protection, Thorns és Unbreaking 3. Na jó, ezt elfogadom, ezt abszolút elfogadom. A Blast Protection ugye az a robbanásokra, jó? Tehát például a Creeperökre, hogyha ez elvileg rajtunk van, akkor egy Creeper robbanás minket nem tud már megölni, ami nagyon-nagyon király. Na és akkor a csákányra Efficiency-t ajánl, ugye itt már van egy Efficiency-nk. Nézzük meg, hogy mit akar nekünk adni a baltára. Arra is ugyanúgy Efficiency-t, aha. Jó, akkor legyen inkább először a csákányra az efficiency, hát ha kapunk mellé valamit. Kaptunk mellé Unbreaking 3-at. Az nem annyira rossz, nem is annyira jó. Oké, kraftoljunk egy Diamond Helmetet. Nem rossz, erre még szükségem lesz, úgyhogy ez jöhet. És akkor próbáljuk meg ezt enchantolni gyorsan. És nézzük. Protection, sima protection. És akkor mire fog kerülni a Fire Protection, hogyha minden protection, nem? Mindegy, próbáljuk meg ezt a protection-t, aztán a Fire Protection majd megy a cipőre meg a gatyára szerintem. És sima protection-t kaptam. Na mindegy, most a nederes utazásainkhoz tökéletes lesz, de alapvetően nem annyira jó. Na és akkor itt van nekünk egy csomó arany, és kraftoljunk egy cipőt, ugye nyilvánvalóan a piglinek ellen, tehát ezt itt kicserélem, valamint kitisztítom az inventóriumot, fúj. Na jó, én készen állok erre a hatalmas nagy kalandra. Elmegyünk a Netherbe, és hát már most kezdjétek el az imáitokat a Minecraft istenekhez, hogy jó helyre dobjon minket, és ne egy lávatenger fölé a semmibe. Ugye kinéztem magamnak ezt a területet?
És hát elvileg ide fogunk majd építkezni, úgyhogy ezt jó lenne kicsikét kitisztítani. Mondjuk egy picikét. Oké, elvileg minden megvan, az obszidiánokat elviszem, hogy meg tudjak majd ölni egy endermant, és akkor majd mindenképpen tudjak magamnak csinálni egy end chestet. Nem nagyon találkoztam még endermannel ebben a világban, ami eléggé furcsa. Na de akkor, mehet! Oké, akkor most megnyírta a portálunk. Hú de félek. Kívánjatok sok szerencsét, viszont menjünk. És itt vagyunk. Oké. Jó, nem láva fölött vagyunk, ez nagyon jó. Nézzük meg a spawnt gyorsan. Oké, itt van ugye Warp Forest, ami azt jelenti, hogy egyből tudunk majd Ender Pearl-t szerezni. Az nagyon-nagyon hasznos lesz nekünk. És akkor mi van még itt? Crimson, oké, az megvan. Valamint itt van egy Basalt Delta, és egy Soul Sand Valley is. Mi? Az összes biom itt megtalálható konkrétan körülöttünk egy körbe. Még egyszer, srácok, itt van a seed. Ott van a leírásban is. Nézzétek meg, egyszerűen ez egy hihetetlenül menő seed. Viszont távcsövet azt nem hoztam. Igen, hazaugrottam, csak azért, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy hogyan kell spyglass-t, azaz távcsövet csinálni. Íme a távcső. Boom. Egyébként egy trükk azoknak, akik esetleg ezt... Oké, wow, ez kényelmetlen volt. Hát nyilat valamint íjat igazán hozhattam volna magammal, de tök mindegy. Egy kis trükk akkor azoknak, akik esetleg ezt nem tudták volna. Tehát nyomtok ugye egy jobb klikket, ráközelítetek, és megnyomjátok az F1-et. Ez konkrétan egy Optifine zoommal egyenlő így. Ez szerintem tök érdekes. Na de akkor Gust ide vagy oda, épít az ideje elindulni és keresni egy fortress-t, ugye az elsődleges célunk. Ameddig azt nem találunk, hát addig nem tudunk így igazából nyugiban létezni a Netherben, ugyanis bármikor beleeshetünk a lávába, vagy esetleg nem vesszük észre és beleásunk egy lávába, az nem lenne valami jó. Na, én most a Crimson Forest felé veszem az irányt. Lehet, hogy most sokan azt gondoljátok, hogy ez nem éppen egy jó ötlet, ugyanis ez a legveszélyesebb biom a játékban. Legalábbis szerintem mindenképpen az. Viszont nagyon kevés kaján van, ezért tök jó lenne egy-két hoglint például megölni, hogy legyen még itt ételünk. Oké, pókháló annyira nem értékes, viszont én még szívesen tradelek veled, hát ha adsz nekem Ender Pearl-t, és akkor nem kellene ugye elmennem oda, és nem kellene megküzdenem egy Endermannel, úgyhogy egy Ender Pearl-t kérek, nem azt Ender Pearl-t. Tessék, itt van az összes, vigyed. Ó, adott Fire Resistance Potion, na ez nekünk nagyon jó. Nagyon jó. Ennél jobb dolog nem is történhetett volna. Na jó, esetleg egy pár darab Ender Pearl az még történhetett volna, de a Fire Resistance az egy 3 perces, nagyszerű. Hogyha nagyon nagy bajba kerülünk, akkor ezt már tudjuk is majd használni. Oké, még dobsz nyilakat és esküszöm, hogy meg foglak ölni, komolyan. Akkor mész a levesbe. Így. Viszont az íját sem dobta ki, pofátlan. Azonban dobott nekem annyi stringet, hogy tudok csinálni belőle egy íjat, valamint adott 59 darab arrow-t, szóval már az is van. Király, így legalább a gasztokat le tudom majd lőni. Na, ez már megérte, ugye vele trédelni. Nagyon-nagyon király, ennek nagyon-nagyon örülök most. Erre a blokkra majd szükségünk lesz, de most egyelőre nem. Egyelőre nem arra fókuszálunk, hanem erődöt keresünk. Ó, Shroomlight, az is nagyon-nagyon jó lesz, király. Hoztam magammal egyébként kapát, szóval mindent hamar ki tudunk majd szedni. Hello, érdekel az aranyom? Igen, nagyon-nagyon vizslatom ott a távolt. Nagyon-nagyon szeretnék kiszúrni egy oszlopot, ugye Netherbricksből, mert az azt jelenti, hogy találtunk egy fortress-t. De egyelőre még nem találtunk sajnos. Az a fa, ez teljesen magától generálódott így. Mi ez? Csak glowstone, de az töménytelen mennyiségben. Na hát így sajnos nem jutok tovább anélkül, hogy velük megküzdjek. Az a baj, hogy ők tudom, hogy fel tudnak ilyen magasra öklelni, és nem akarok meghalni. Ez az egyik meghalt, oké. Most már csak a másikat kell megölni valahogy. Épp, nem akarok az agyarat fölé kerülni. Oké, elvileg megöltem őket. Szuper. Egyetlen egy oka van annak, hogy most erre jövök. És az nem más, mint ugye a Magma Cube. Na most azt tudni kell, hogy az előző Let's Play-emnek az 5. részében, amikor felfedezni mentünk, ők öltek meg.
ők vetettek véget a halál nélküli streakemnek. Viszont most szeretnék találni belőlük egy párat, hogyha esetleg ugye találunk egy fortress-t, akkor azonnal tudjunk Fire Resistance Potion-t kraftolni, ahhoz pedig Magma Creamre van szükségünk, amit ők dobnak, szóval igen. Hol lehet egy? Oh! Mi? Éme a fortress! Az első fortressünk! Milyen messze van ez a spawntól? Szerintem egy 3-400 blokk maximum. Itt átmegyünk, ott a Crimson, és egyből ott a portál. Ez az! Ez az! Őszintén, hogy miért vagyok ennyire boldog? Hát nem nagyon szeretek a Netherben időzni. Éppen ezért ez nekem pontosan tökéletes, hogy nincs is arra szükség, hogy itt időzzek, ugyanis megtaláltuk a Fortress-t. Oké, egyelőre még nem nagyon látok ellenséget. Az nagyon-nagyon szuper. Na gyerünk be! Gyerünk be! Hopp! Csontvázat hallottam. És ők sajnos nem éppen a legjobb társaság. Hello? Itt is semmi. Ez is zsákutca. Netherwartot kérek szépen. Tehát, ahol Netherwartot tudunk találni, az nem más... ez egy zsákutca. Nem más, mint egy chest, vagy pedig az a szoba, ahol termesztik őket. Jó lenne megtalálni. Aha, ott láttam valamit. Aha, ott villog valami pirosan. Ez az Netherwart. Oké. Ezt itt most elzárom. És innen jönnek sajnos a meglepetések. Így. És akkor ki is szedhetjük szépen. Fogok magamhoz egy lapátot. Blézeket szeretnék, blézeket. Nem is muszáj egy spawnert találnunk egyelőre. Ó, ez az. Magma Cube. Hello. Ó, ne! Oké. Au! Ez az... Á, nem dobott! Ne. Az nekem nem jó, hogy nem dobott. Na, várjátok. A magma krémet azt fel kell szedni. Esküszöm, hogy rettegek. Rettegek. Ó, az ott egy blaze spawner. Oké. Megvan a blaze spawner, király. Á, viszont de messze van. Nekem az nagyon-nagyon messze van. Na várjatok, ott vannak bent blézek, hogyha jól látom. Oda be kellene ásni. Az itt a nagy baj, hogy egy hatalmas nagy lávatenger van alattunk, és egyáltalán nem vicces. Úgyhogy lehetséges, hogy el kellene jönnöm erre. Aha, na most itt vagyok a valahol. Valószínűleg egy spawner. Oh yeah! Ez a spawner egy legjobb helyen van, amit csak el tudok képzelni. Gyerünk, gyerünk! Hopp! Á, és spawnt arcon talált. Gyerünk! Oké, na szóval most ezt a módszert fogom használni, hogy esetleg nagyon-nagyon meggyulladnék, akkor azért le tudjam magamat hűteni itt a közelben. Na de, á, Jézusom! Oké, erre azért még nem voltam felkészülve. Lehetséges, hogy most meg kellene innom az első Fire Resistance-emet, és csak berohanni közéjük. És semmivel sem foglalkozni, csak berohanni, megölni mindent, ez az! Ez az! Megvan, oké. Mit dobja ki, úristen? Ezt dobom ki. Yes! Na látjátok, most jól jött volna a looting 3-as. Eddig 5 darab van. 5 darab. Gyerünk! Jól van, nem baj, kedves blézek. Nyugodtan mehettek lassan is. Én hoztam elég cuccot. Én itt a végtelenségig is akár el lehetek szépen. Ennyi cuccal. Így ezt ide puty be, és akkor jöhet bele a magma krém. Várjátok, először a Nether volt, így, és majd csak utána a magma krém. Mondjuk most redstone-t nem hoztam, hogy egy kicsikét tovább tartson, de nem baj. Szerintem ennyi megengedhető, hogy ezt így elfelejtettem. Tök mindegy, nem baj, jó helyen van ez ott. Van ott most 3 darab, ugye 3 percesünk, ami ugye 9 perc. Az alatt pedig még egy csomó blizzardot össze fogok tudni szedni. Oké, van 10 darab, de kell még... Kell még. A lehető legkésőbb akarok ide visszajönni a Fortressbe, úgyhogy minél többet viszek haza, annál később kell ide visszajönnöm. Na még egyet, hogyha meg lesz a 16, akkor el is húzok innen. Gyerünk, gyerünk!
Gyerünk! Oké, meg vagyok! Bye! Hello? Viszlát! Ó, még Nether volt! Na hát, és arany! Király, király! Jaj, ne! Hoglint hallok odakint. Nem tetszik, nem tetszik. Hoglin. Ó! Egy blokkon nem férnek be, igaz? Remélem. Szedtem gyorsan Nether Brickset, és megnézzük, hogy mennyire tudunk előlük elmenekülni. Hát itt vannak közvetlenül mellettünk. Azt jelenti, hogy akár oda el is tudunk futni, de... lehetséges, hogy jobban járunk, hogyha megöljük őket. Ez az, gyere csak! Jáha! Jézus Mária! Oké, meghaltak! Szabadság! Nem szabad innen üres kézzel elmennem. Nagyon nagy szükségem lesz a Netherworld blokkra. Egyszerűen imádom az élénk piros színét, és hát ugye az építményünkhöz is kell, amit majd a Nether portál köré fogunk felhúzni. Azonnal. Hogyha azt gondoltátok, hogy most az az úti cél, akkor tévedtetek, ugyanis előtte még el kell mennünk oda. Bizony, szükségem van egy Ender Pearl-re, legalább egyre mindenképpen. A jövőben is persze majd kell, hogy a Strongholdot megtalálhassuk, de úgy érzem, hogy az még elég így a jövőnek a zenéje, szóval megpróbálok most innen szépen lejutni, és akkor oda menni a portálhoz. Nem, köszi. Nem érzem úgy, hogy én ide szeretnék menni. No. Ó, hát hellóka, Enderman, hellóka. Te fogod nekem adni az első? Az első gyöngyöt? Remélem. Na, nézzük egymás szemébe. Gyere. Oké. Király. Please. Ne! Nem dobott. Ne már! Mi ez az anti-szerencse? Ezt nem hiszem el! Mi ez? Ez az! Ez az! Végre! Ender Pearl! Ideiglenesen akkor kidobom a pajzsot, király. Akkor csinálok gyorsan egy ilyet, király. Ezt is kidobom addig. Így, ezt ide le. Fúj. Kidobom, oké. Okay. Jöhet egy Ender Eye, oké, és... Na mindegy, nem hozza ki, viszont íme, itt van az Ender Chest, ez az. Hú, már nagyon-nagyon nehéz volt ezt az inventory-t így menedzselni, viszont, yes, így már sokkal-sokkal egyszerűbb a dolgunk. Annyit kell most majd mindenképpen figyelemben tartanom, hogy ugye a nagyon-nagyon fontos dolgokat, azokat mégse rakjam bele, hiszen nincsen még szilktácsom, tehát hogyha én ezt most kiütöm, akkor sajnos el fog veszni. Viszont nem baj, ennyit megért, le kellett most pakolnom, sürgősen. Úgyhogy ja, mire van még szüksége minden? Nagyon-nagyon nem jó most nekünk. Őszinte leszek veletek, én abszolút sejtettem, hogy ez lesz. Én mindig, sajnos mindig a Netherben halok meg, és ez most is így lett, viszont... Reménykedtem benne, hogy nem a mai részben fog ez bekövetkezni, ugyanis eléggé, hát elszántam magam, hogy nem fogunk meghalni. Nagyon-nagyon sokszor kérdezitek tőlem, hogy miért nincsen hardcore, miért nem hardcore-ban játszom, miért nem, az úgy izgalmasabb, stb. Pontosan ezért, egy négy részes hardcore sorozatnak semmi értelme nem lenne a világon. És, most egy kicsikét szomorú vagyok, viszont megpróbálok visszajutni a másik világba, és utána pedig felvidítom magamat egy kis építéssel, mert nem érdekel, hogy meghaltam, akkor is építeni fogok. Kész. Pont.
Látjátok? Már jobb is. Sokkal jobb. Igaz, még nem építettem, de annak is hamarosan nekiállunk. Ugye itt már kijelöltük az alapjait a mi kis templomunknak, mert igen, ez egy templom lesz, aminek a végében ott lesz a Nether portál, valamint itt fogjuk majd a Nether Wardokat is termeszteni, és az is elképzelhető, hogy ide rakom a Brewing Standet is, azaz a potion főző állványt, és az tök jó lesz, ugyanis egy helyszínen lesz minden, ami a Netherrel kapcsolatos, és akkor így nem kell különböző helyekre mennem. Ez egyébként a falunak a másik felén van, a kettő között még nem alakítottam át házakat, de az is tervben van végül is így hosszú távon. Először lehet, hogy érdemes lenne ezeket kiszedni majd ugye a fákat, hogy egy kicsikét tisztább rálátásunk legyen erre a nagy mezőre. Na tehát, hogy miket fogunk használni ugye? Ez biztosan egy kérdés, ami felmerül bennetek. Hát bennem is ugyanis nagyjából összeválogattam... Opa, ez nem az, ez egy ilyen junkos. Szóval, nagyjából összeválogattam már, hogy miket fogunk használni. Szerintem valamiből több van, mint amennyire szükségünk lesz. Valamiből viszont kevesebb, de megpróbálok ezzel dolgozni. Úgyhogy hajrá, hajrá! Na ezt a trópusi halacskát szépen ide szabadon engedjük, és veszünk fel ide egy vizet. Mégpedig azért, mert tudom, hogy ha nem teszek le ide vizet, akkor kiabálni fogtok velem a kommentekben, hogy miért nem raktam le vizet. Mert azt hiszitek, hogy az ember nem tudja, arra nem gondoltok, hogy nem akarja használni ezt a technikát. Na de akkor, ezt egy kicsikét magasabbra csináltam, mint kellett volna, enye-benye. Úgyhogy ezt most mindjárt megpróbálom kijavítani. Ameddig viszont építünk, addig szerintem felolvasom a résznek a kommentjeit a második epizód alól. Igen, nem a harmadik alól, és tudom, hogy ez a negyedik, csak egy kicsikét most el vagyok csúszva, ugyanis hamarabb veszem fel ezeket a részeket, mint ahogy ti látnátok az előzőt, de ez úgyis hamarosan majd összecsúszik, addig legyetek velem türelmesek. Tehát a második rész alól, ugye ahol az Axolotlnek kellett nevet választani, itt van néhány komment. Megvan egyébként a mi kis Axolotlnek a neve, azt majd az utolsó körben fogom majd felolvasni. Viszont akkor jöhet először Levinek a hozzászólása, aki ugye ezt írta nekünk. Igazából egy kérdése volt Levinek, ha kijön az 1.17/2, akkor ezt frissíted, vagy újrakezded? Ugye azt kell tudni, hogy végül nem 1.17.2 lett a neve, vagy nem 1.17/2, hanem 1.18 lesz az új generálás. És ugye neked már írtam kommentben, hogy ez egy kicsikét még korai kérdés, tehát ezt még egyelőre nem tudom, igazából ez a negyedik rész, szóval fogalmam sincs, hogy újrakezdem-e, vagy frissítem. Nyugodtan írjátok meg, hogy szerintem frissítsd majd 1.18-ba, vagy szerintem kezd újat majd 1.18-ban. Engem érdekel a véleményetek, jelenleg még én is tanácstalan vagyok, meg szerintem sok másik tartalomgyártó is. A második hozzászólásunk Kocsis Adorjántól érkezett, aki azt írta nekünk, hogy nagyon jó videó lett, és geóda, és egy nyáladzó smiley. Azt mondja még, hogy nagyon szeretem az ametisztet a játékban. Ugye a craftingokhoz annyira nem ad hozzá, de már a hangok miatt is, valamint még javasolt egy névötletet. A név lehetne Pitypang, mivel ugye a virág mielőtt fújhatós lesz, azelőtt nagyon hasonló sárgás a színe. Eltartott egy darabig, amire kibogoztam ezt a kommentet, hogy mit jelent, de sikerült, és fel akartam olvasni, ugyanis van benne egy nagyon jó kis névötlet, viszont végül nem ezt választottam. Valamint Adorján minden rész alá kommentelt, az előző sorozat alatt is, és ezt itt szerettem volna neki meghálálni, hogy beolvasom a névötletét. Egyébként egy nagyon jó ötlet, írta más is, viszont egy másikat választottam. És akkor most jöhet ugye, hogy mi volt a névötlet, amit választottam. Amarilla. Amarilla, ami sárgát jelent spanyolul, ugye ezt írta nekünk Hafuka, hogy Amarillának lenne jó elnevezni, mert az spanyolul sárgát jelent, és szerintem eléggé egzotikusan is hangzik, és abszolút egyetértek vele, ténylegesen annak hangzik. Szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok okos és kreatív névötletet. Volt egy-két nagyon visszatérő, ami ilyen nagyon általános volt, ilyen volt például az Axi, meg a sárga, de nem baj, hogy ezeket javasoltátok, láttam, hogy ezek is ott vannak, viszont abszolút ez nyert, nekem is ez volt a kedvencem, Hafukáé, valamint a kommentelőknek is, ugyanis nagyon-nagyon sok lájkot kapott ez a komment, sőt ez volt a top komment ugye az előző videó alatt, szóval köszönöm szépen Hafukának és mindenki másnak, aki írt bármilyen névötletet, királyak vagytok.
Nos hát jelenleg így néz ki. Egészen jól haladunk a keretekkel, valamint ugye a falak már készen is vannak. Na most még nem tudom, hogy lesz-e egy-két ilyen extra rész. Hát az biztos, hogy lesz egy tornyunk, tehát az egyértelmű, ugye egy harangtorony, az jól fog majd kinézni. Igen, viszont mi lenne, hogyha egy kicsikét begyorsítanánk a dolgokat, és elkezdenék rákapcsolnánk az építésre, csak utána megnézzük, hogy mégis milyen lett. Nos hát, így nézünk ki jelenleg. Ugye, ilyen lett a templom. Na most van egy-két dolog, amit még mindenképpen meg akarok rajta változtatni. Nem tudom, valahogyan még kellene ide valami, bár amúgy simán lehet, hogy a külső díszítések, meg a bokrok, meg az ilyen dekorációk majd feldobják. Még egy-két dolog nekem valamiért hiányzik. Leginkább a belseje, tehát azt most mindenképpen meg akarom csinálni, semmiképpen nem akarom így befejezetlenül hagyni. Próbálok felmászni valami magasabb helyre. Nagyon kellene egy kis scaffolding, lehet, hogy a következő részre keresek egy hajót itt a közelben. Szóval jelenleg ugye így néz ki a mi kis templomunk, tehát így fest. Ide jövök. Íme. Na, egy gyors alvást követően el is fogom kezdeni a belsejét. Tehát mindenképpen be akarom rendezni, csak egyelőre azt még nem döntöttem el, hogy hogyan. Ugye leginkább ez, ugye a padló, az amit még nem nagyon tudok, valamint hogy hány szintes legyen. Ja, meg még igen, aztán be kell fedni. Arra gondoltam, hogy lehetne két szintes, tehát lehetne itt egy szint, meg ott fent egy szint, de csak egy ilyen erkély szint, tehát hogy nem lennének úgy külön szobák, meg külön ilyen helyiségek, hanem egy ilyen erkély lenne itt tulajdonképpen. A padlókérdést nagyon-nagyon gyorsan meg szeretném oldani. Úgy döntöttem, hogy végül tufát fogok használni. Hát eleinte egy icike-picikét ugye hezitáltam, mert a tufát eredetileg más miatt szedtem ki, viszont reménykedem benne, hogy még rengeteget fogunk találni ebben a világban, szóval nem lesz olyan nagy probléma, hogyha most esetleg elhasználjuk őket. Tehát eddig 3x64 kb. Annyi áll rendelkezésünkre, úgyhogy szerintem azt így ide el is fogom használni. Aha, és így szépen elültetjük ezeket. Ezek az elsők, amiket így elültetünk. De hamar megnőtt. Szóval, igen, oké, akkor ilyenekre gondoltam, ilyen lelógó dolgokra, valamint még nagyon-nagyon jó lenne, hogyha lenne Dark Oak-om, hát egy nagyon kevés még van, azt fel tudom esetleg használni. Puty! Hát sajnos nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy át kell ugranom a Netherbe, ugyanis hát nincsen elég cuccom, sajnos ugye hogy befejezzem ezeket a dizájnokat, nincsen elég Soul Sandem, de azonnal igyekszem, hozok egy párat. Yeah! Nem tudom, igazából én most teljesen azon gondolkodom, hogy egy picikét ugye termesztem a Nether Vault-okat, hogy minél több legyen belőle. Utána pedig ide kis Nether Vault kerteket csinálok, itt eddig egy barlang lejárat volt, azt befettem. Kellene nekünk egy ilyen kis Nether Vault kertecske. Eredetileg, mint látjátok, az inventory-ban magok vannak, ezt akartam ide elvetni, csak rájöttem, hogy a templomnak a témájához valahogyan így nem illik. Úgyhogy mindenképpen szeretném megcsinálni ezt a Nether Vault kertecskét, úgyhogy most egy kicsikét növeztem őket, utána pedig belevágok. Thank you.
Így ültetgetés közben eszembe jutott az, hogy hát nekem még nincsen beehive-om, és mennyire király lenne már egy templomba néhány gyertya. Úgyhogy most elmegyünk szépen a virágos hegységre, és összeszedjük azt a néhány darab, ugye méhfészket, amit találtunk az első részben. Természetesen van már Silk Touch, ugye a baltámon, azt tettem rá az előbb, úgyhogy induljunk is, és szedjük össze a méheket. Oh yes! Gyerünk, ez 3 darab gyertyát jelent nekünk, király. Oké, ebben már 3 darab volt, úgyhogy meg is kaptuk az achievementet érte, nagyon-nagyon király, yes. Nos, hát így kell gyertyát craftolni, ebből lesz 3 darab gyertya. Hát jelenleg nincsen több fonalam, de majd mindenképpen szeretnék még, és piros színűt fogunk használni, ugyanis az illik az építményünkhöz. Egyébként nekem az alapgyertya a kedvencem, tehát nem a fehér, meg nem bármelyik színes, hanem az alapgyertya. Sokan láttam egyébként, hogy TNT-nek, ilyen dinamitnak használják ezt a piros gyertyát. Érdekes koncepció, bár én most annak fogom használni, ami gyertyának. Majd mindenképpen craftolunk még, nem marad el, viszont az első néhány gyertyát azt ide szeretném letenni. Ide ki. Így né, éjszakai világításnak. Még egy utolsó trükköt szeretnék nektek mutatni, mielőtt körbejárnánk ezt a kis épületet, ugyanis teljesen elkészültem kívül, belül. Tehát, hogyha egy kicsikét mágikusabbra akarjuk csinálni ezt a templomot, és hát miért ne, akkor rakhatunk ide egy gyertyát, meggyújtjuk, majd szépen itt leássuk ezeket a blokkokat, és íme, lebegő gyertya, akár a Harry Potterben. És igen, most mindenkinek így gondolom, elkezdett a Harry Potternek a fűzenéje ugye játszódni a fejében, nekem legalábbis biztosan, úgyhogy ja. És akkor meg is van! Ennyi, tessék, lebegő gyertyák mindenütt, valamint ugye leeresztett láncokon leeresztett lámpások, és itt vannak végül ezek a kis erkély részek, amikről beszéltem, ugye amik tele vannak Netherworttal, valamint itt tudom majd kifőzni a potionöket. Valamiért úgy éreztem, hogy ez az épület nem erről szól, tehát nem ennek kell a fő központban lennie, ezért csak eldugtam ide a sarokba, úgyhogy íme, itt van. Na de akkor nézzük meg kívülről, ugyanis itt is nagyon-nagyon sok változás végbe ment, mióta utoljára láttátok. Tehát így néz ki az épületünk. Fel kellene másznom egy kicsikét magasabbra, van nálam egy lapát? Van. Tehát fel kellene másznom egy kicsikét magasabbra, hogy jobban rálássatok. Tehát így néz ki az épületünk. Végül így néz ki a mi kis Nether portál szobánk. Ugye nem tudom, hogy emlékeztek, hogy az 1.16-os világban hogy nézett ki a Nether portálunknak az átalakítása, vagy hát ugye a kidíszítése, hát most ilyen lett. Úgy érzem, hogy ez egy kicsikét nagyobb munka volt, úgyhogy ja. Viszont srácok, én azt hiszem, hogy most erről a föld oszlopról fogok elköszönni tőletek, hogyha nem bánjátok. Vigyázzatok magatokra, és mindenképpen dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg eddig még nem tettétek. Nyugodtan írjátok meg, hogy mit csináljunk mondjuk a következő részben, mi legyen a fókusz. Elfogadok tippeket, nem biztos, hogy én meg is fogadom, de elfogadom. Van egy-két tervem, egy-két ötletem, amit hamar meg kell csinálni, ilyen például egy honeycomb farm, ugye a méhecske farm, valamint kellene még a kecskékkel is foglalkozni. Na de jók legyetek, vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Hello, belóka, pápa, bye!